Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő. Október 27-én immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Zöld Gömb Fesztivál. Hogy pontosan miről szól ez az egynapos rendezvény, azt Helling Zsolt szervezőtől kérdezem, de itt van velem Irimiás Balázs is, a Csomaszobája Alapítvány elnöke, aki szintén részt vesz majd ezen a fesztiválon. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzá. Köszönjük a meghívást. Zsolt, először hozzád fordulok, mi is pontosan ez a Zöld Gömb Fesztivál, aki esetleg még nem játszott az elmúlt két évben. Hát elég régóta rendezünk már ismeretterjesztő fesztiválokat, a Felfedezők Napja tavaszi rendezvényünk, és három éve jött az ötlet, hogy a fenntarthatóság, környezetvédelem, zöld gazdaság témakörét, ami a Felfedezők Napjából egy kicsit kiesik, arra rendezünk egy önálló fesztivált, hiszen egyre divatosabb ma már szerencsére az, hogy odafigyeljünk, hogy hogyan élünk, hogyan szelektíven gyűjtjük a szemetet, fenntartható megoldásokat keresünk a saját életünkbe, és azt láttuk, hogy a legtöbb ehhez hasonló rendezvény vagy nagyon egy szubkultúrának szól, vagy bűntudatot kelt az emberekben, hogy Atya Isten, tönkretesszük a földünket, amiben sajnos nagyon sok igazság van, de mi mindenképpen szerettünk volna egy olyan rendezvényt létrehozni, aminek pozitív üzenete van. Tehát megszólítani azokat a városi embereket, akik egyébként nagyon sokat fogyasztanak, nem véletlen a helyszín, hogy a Deák téren az akvárium, vagy az Erzsébet téren az akvárium klubban rendezünk minden évben a fesztivált, hiszen pont azokhoz az emberekhez szeretnénk szólni, akikben megvan a nyitottság ezekre a kis hétköznapi trükkökre, technikákra, viszont azzal, hogy bűntudatot keltünk bennük, ez nem fogja őket megnyerni az ügynek. Tehát nálunk tényleg azon van a hangsúly, hogy pozitív képet kapjanak, hétköznapi recepteket az odalátogatók, és közben jól érezzék magukat. Ezért aztán ez is egy családi rendezvény, ahova ingyen eljöhet akár az egész család, a legkisebbtől a legidősebbekig. Így, mert szerintem mindenki érti, hogy ti hogy kerültök Balázs a képbe, hiszen a Csomaszobája Alapítvány pont egy ilyen nagyon pozitív példát ad az emberek elé, hogy így is lehet. Vagy hát reméljük, mi végül is most már több mint 10 éve, 11 éve vagyunk kint a Himalájában, ami egy olyan régiója a világnak, ami végül is pont a pereme, ahol még utoljára lehet még élni. Tehát, hogyha ott bármiféle változás zajlik, ők azt úgy nagyon erősen érzik konkrétan. Tehát amikor mi itthon azt látjuk, hogy hú, melegebb van 3 fokkal nyáron, vagy 5 fokkal, az nekik konkrétan azt jelenti, hogy lehet, hogy nem lesz egész nyáron csapadék, vagy pedig bejönnek a monszun felhők a déli részről. Tehát ők nagyon elszenvedői ennek a globális változásnak. És mi ugye eleinte úgy kezdtünk, hogy Kőrzsi Csoma Sándor által lakott pici faluban elkezdtük azt a épületet felújítani, ahol ő lakott. És aztán fokozatosan rájöttünk, hogy ebbe sokkal több minden van. Például a helyieknek ez kevésbé jelentős ez a történet, hogy műemlékeket újítunk föl. Helyette viszont olyan dolgokra van elképesztő szükségük, hogy mondjuk ott nagyon hosszú téli kényszerszünet van az iskolában, nem tudják kifűteni a meglévő iskola épületeiket, és akkor elkezdtünk olyan szolár épületeket építeni, olyan passzív szolár, tehát nincs benne semmi high-tech kütyű, hanem egyszerűen jól tájolt és dupla ablakkal rendelkező, jól hőszigetelt, de vályokból és szalmából épült épületeket fölhúzni, amik bent télen folytatódhat az oktatás. Tehát mindenki ennek helyi anyagokat így használtak. Általában igen, az üveg az egyedüli idegen anyag benne, az összes többi az fa, kő és vályog, és elképesztően jól működnek. Már 2017-ben, miután az első épületünk elkészült, és megkaptuk a másodikra a felkérést egy szomszédfalutól, akkor kiküldtünk egy önkéntest, hogy mérje meg, hogy tényleg jól működnek ezek az épületek, és kiderült, hogyha kint mondjuk plusz 2 fok van, akkor az iskolában 40 fok. Tehát csak szellőztetve lehetett kibírni, és ez télen, januárban. Mikor kint volt mínusz 15, akkor mondjuk bent volt plusz 15, de ott a kérés az annyi volt, hogyha elolvad a jég a vödör tetején, hogy meg tudjanak mosakodni reggel, az nekik elég, tehát nekik a plusz 2 fok kellett csak, úgyhogy túl teljesítettük. És most végül is ezen a pályán mozog leginkább az alapítvány, ami még egy nagyon fontos velejárója, hogy rájöttünk arra, hogy az önkéntesek, ugye önkéntesekkel dolgozunk minden nyáron, elképesztő változások zajlanak le bennük, mikor hazajönnek, és így éveken át meghatározza mondjuk az életüket, az, hogy ott kint mivel foglalkoztak. Ez ugye egy olyan régió, ahol majdnem 4000 méteren kis eldugott völgyben nincs internet, nincs telefon, tehát újra elkezdenek egymásra, magukra figyelni, és ilyen nagyon egyszerű, viszont nagyon erős kapcsolatok szövődnek, meg változások zajlanak le bennük. Úgyhogy
most elkezdett az alapítványnak, ez is egy ilyen fontos területe lenni, hogy egyfajta ilyen általános tudás és érték transfer, ez egy ilyen hülye hangzó szó, de mi átéljük ezt, hogy tényleg hozunk haza annyi élményt és tapasztalatot és tudást, mint amennyit ott hagyunk, és mint amennyit ők tanulnak tőlünk. Tehát most ez a fő vonulat, hogy... Illetve elkezdtünk egy olyan programot tavaly, ami olyan, mint egy ablakcsere program, hogy rengeteg háztartás, az csak télen csak egy kicsi szobát tud kifűteni, mert nincs tüzelőanyag a régióban, tehát a fa is nagyon ritka. Szárított jaktrágyával tüzelnek például, aminek füstölőnek nagyon jó, de energia tartalma az kevés. Úgyhogy elkezdtünk egy ilyen ablakcsere programot, ami arról szólt, hogy olyan szegény családok, akiknek van amúgy jól tájolt szobájuk, de pici rajta az ablak, mert az üveg az egy drága építőanyag, azoknál kicseréljük, segítünk nekik abban, hogy kicseréljük egy nagyobb ablakra, és onnantól kezdve azt a szobát nem kell télen fűteni, tehát ez nekik egy nagyon nagy ajándék, akkor egész napot vannak télen abban a szobácskában. És ez egyébként úgy működik, mint egy ilyen elvetett mag, tehát már a legelső iskola épületünket is következő évben elkezdték másolni a szomszéd faluba, és mi ennek, ahelyett, hogy bepereljük őket, inkább örülünk neki, hogy jaj, de jó, hogy terjed ez a hozzáállás. Úgyhogy valójában egy olyan építészeti attitűdöt próbálunk nekik alternatívaként felmutatni, ami a náluk éppen divatos betonépítészet és fémhullámlemez építészet mellé nyújt valamiféle egészségesebb, fenntarthatóbb alternatívát, amiben, hogyha valaki már beköltözött egy ilyen betonépületbe, utána látja, hogy hú, ezt nem lehet kifűteni, és hogy ez nekik nem annyira alkalmas, de azt gondolják, hogy ez a menő, mert a tévében azt látják, hogy nyugaton ez van. Úgyhogy... Zsoltán, az egész fesztiválnak is ez a célja, nem? Hogy egy kicsit ezt a szemléletformálást elkezdjétek, vagy az, hogy esetleg hallva mondjuk Balázsnak az előadását, valaki másnak is kedve támadjon, akár önkénteskedni, akár valami hasonlót megvalósítani, lehet, hogy akár a saját kis falujában, tehát hogy valami ilyen elinduljon. Ti hogy választjátok ki a résztvevőket? Ez mindig olyan nehéznek tűnik egy ekkora, hogy ez egy egynapos fesztivál, de rengeteg programotok lesz. Hogy tudtok szelektálni? Itt barátságok, ismerettségek vannak? Hát igen, az a szerencse, pont Balázsra beszélgettünk az elején, hogy ugye ez a rendezvény a Földgömb magazinnak a rendezvénye, amit most már 13. éve készít ugyanaz a szerkesztőség, és egyébként idén lesz 90 éves, úgyhogy most tervezünk a Kőhegyi Menedékházba egy születésnapi bulit a kollégáknak, és bizony az elmúlt 13 évben több mint 400 szerzőnk volt. És a szerzőink nagy része szakember, tehát valamilyen területnek az ismerője, benfentese, és nem újságírók. Ez azt jelenti, hogy szerencsére elég nagy a merítés, elég színes és sokféle téma landol a postafiókunkban rendszeresen, amiről lehet írni, és nyilván, hogyha ez olyan, hogy valamelyik fesztiválunk tematikájához illeszkedik, akkor elindul egy beszélgetés erről, és ettől rendkívül izgalmas ez a munka, mert mindig olyan érdekes új dolgokkal találkozik az ember, olyan új megoldásokkal, receptekkel, civil szervezetekkel, amiről nem is gondolnám, hogy létezik, és hát ez volt a legnagyobb indítatás ennek a fesztiválnak is, hogy akkor ezt mutassuk meg a nagy közönségnek, mert igazából a személyes találkozások azok borzasztóan fontosak. Tehát mi leírhatjuk az újság hasábjain, hogy például milyen klassz a csomaszobája alapítvány, de az teljesen más, hogyha ott találkoznak az önkéntesekkel, vagy az önkéntes csillogó szemmel a színpadon meséli azt el, hogy mit élt át, amikor ott a gyerekek körbeülték, és csillogott a szemük, hogy úristen, idén nem fogunk fázni az iskolába. Tehát mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, és hát ez egy kiváló fórumnak tűnt, és nem olyan nehéz szerencsére. Nagyon-nagyon sok jó kezdeményezés van, amit meg tudunk mutatni, és amit meg kell mutatni. Mire van a legnagyobb igény? Te hogy látod egyébként? Mi az, ami a legjobban érdekli az embereket? Vagy esetleg olyan, hogy külön írnak nektek, hogy őket mindenképp szeretnénk, vagy ajánlanak nektek mondjuk ismerősöket? Minden fesztiválon meg szoktuk kérni a látogatókat, és szerencsére nagyon sok a visszajelzés, hogy egy kis pici kérdőívet töltsenek ki. És hát itt ebbe a körbe, aki a rendezvényünkre ellátogat, például nagyon sokan kíváncsiak az energiahatékony
építészeti megoldásokra, de az elektromobilitás, a alternatív megoldások a közlekedésben, ez is borzasztóan fontos, és egyre fontosabb lesz. Mi a városi közlekedésre is nagy hangsúlyt próbálunk fektetni, hiszen ez a nagyvárosi embernek az életét meghatározza. De pont ugyanilyen izgalmas nagyon sokaknak a permakultúra, vagy az, hogy például otthon tudnak-e komposztálni nagyvárosi környezetben, mert azért vidéken viszonylag könnyebb helyzetben van mindenki, hiszen van kert, lehet akár kis háztáit tartani, de itt a városban is vannak erre megoldások, meg nagyon jó minták, akár nemzetközi minták, de akár már Budapesten is lehet akár közösségi kerteket találni. És ezeket próbáljuk megmutatni, hogy kedvet kapjon akár egy lakótelepi közösség, hogy akkor ott van egy elhagyatott terület a lakótelepen, ami szemetes, akkor abból csináljunk egy közösségi kertet, és mindenki boldog lesz tőle. Szóval nagyon, nagyon szertágazó az érdeklődési köre a látogatóinknak is szerencsére, és nagyon nyitottak, és a kiállítóink is sokfélék. Ugye itt az élménybeszámolóból nálatok sem lesz hiány, Balázs, hiszen addigra hazatérnek az önkéntesek, mire kezdődik a fesztivál. Ugye ti nyáron vagytok kint túlnyomó többségben? Vagy hogy nyitnátok a munkát? Ugye terepünk ott leginkább ez a június, július, augusztus alkalmas arra, hogy a vályogtégla megszáradjon ebben a régióban, úgyhogy ehhez igazítjuk a kintlétünket is. És hány méteres magasságban dolgoztok? Azért hát 3870 körül van ez az Angla falu, ahol Csoma egykor élt, meg a környező kis települések. És most idei szezonnak az volt még az érdekessége egyébként, hogy úgy alakult véletlenül, hogy egy teljes női szezonnak hívhatjuk az ideit. Kiesett 6 művezetünk is hirtelen az év elején. Szerencsére pozitív dolgok kapcsán, tehát hogy mindenki babát vállalt, és véletlenül egyszerre sikerült nekik. És emiatt induláskor határán voltunk annak, hogy lefújjuk, ugyanis ott a hölgyeknek a megítélése Ázsiában azért egy kicsit más, tehát hogy nehezen viselik el mondjuk kőműves mesterek, hogy nők osztogatnak nekik parancsokat, vagy felkéréseket ilyen-olyan munkára. Ezért egy picit így meghezitáltunk, hogy bevállaljuk-e, de végül is nagyon jól sült el, és aztán úgy értékeltük az egészet, hogy ez még szerencsés is, hogy terjesztjük egy kicsit azt a szemléletet, hogy a hölgyek is lehetnek abszolút vezetők, úgyhogy nálunk most idén csak női vezetők voltak, és úgy tűnt, hogy nagyon sikeresen most az egyik legnehezebb szituációba kellett iskolát építeni egy ilyen nagyon meredek sziklafalra, ahol a tavalyi szezon arra ment rá, hogy csak a támfalát megépítsük az iskolának, és idén a felépítményét, de úgy tűnik, hogy ez most hát lesz adva, az idei évben már használni tudják. Úgyhogy nagyon feszített tempó, tehát amikor 3-4 hónapotok van arra. A művezetük, ahogy említetted, tehát ők építészek, és az önkéntesek bárkik lehetnek? Tehát, hogy akár én is, vagy akár a nézők közül is bárki jelentkezik? Bárki, tehát elég nagy a szórás, gyakorlatilag a teljes, már volt 17 vagy 16 éves, aki külön engedélyt tudott csak jönni, tehát nagyon fiatal önkénteseink is. Voltak meg 70 fölöttiek is vannak, tehát hogy mindenkinek egyszer eljön az életében az a pont, amikor azt érzi, hogy szeretne valami olyat tenni, ami nem közvetlenül a saját érdekszférájához kötődik, hanem csak úgy egyszerűen jót akar cselekedni, és erre ez például egy kiváló lehetőség, nem is beszélve arról, ugye ez a digitális elvonókúra, ami ott ez velejárója a történetnek, igen. Tehát ez újra elkezdődik. Nagyon sokan hajlandók fizetni is, hogy egy kicsit elvonulhassanak mindettől, de egyébként valami szűrőt azért alkalmaztok, tehát gondolom van valami elbeszélgetés. Elég szigorú válogatásunk van, igen, egy ilyen 5-6-szoros túljelentkezés szokott lenni, úgyhogy kénytelenek vagyunk szórni az emberek között. És ez hogy néz ki nálatok, ez az állásinterjú, nevezzük így? Hát először írnak egy viszonylag hosszú jelentkezési lapot, kitöltenek, már abban is beszélnek a motivációjukról, és utána végül is annyit próbálunk mi kiszűrni, hogy kevésbé a szakmai dolgokra megyünk rá, tehát azok általában betanulhatók ezeket a falvakat, vagy ezeket az épületeket, mindig is a falu közösség saját maga építette, tehát hogy bárki részt vett ebbe, pont a közösségi dolog a lényeg, tehát ezek megtanulhatók, ezért sokkal inkább a motiváció meg a hozzáállás az, ami számít, és ebben meg van egy több mint 10 éves tapasztalatunk most már, hogy aki itthon a interjú székbe mond valamit magáról, az kint utána hogy teljesít, és ezekből le tudtunk már szűrni olyan következtetéseket, amik alapján elég jó a válogatás, tehát hogy a legtöbb ember az úgy jön haza, hogy ő is hoz haza valamit, és ez összefügg, tehát, hogy nem tud valaki úgy hazajönni, hogy rengeteg dolgot hozott haza, hogyha ott nem volt hasznos része a közösségnek, és nem tudott jól teljesíteni valamilyen szinten. Úgyhogy itt persze
vannak, akik gyengébb testalkatúak, vannak, akik nagyobb teherbírásúak, de hogyha mindenki megtalálja magának való, lehet többféle feladatkört ott kiszemelni magunknak, sőt vannak, akik csak kutatni jönnek ki több évente. 3-4 olyan önkéntesünk van, aki csak kutatja a vidéket, és ők hosszabban is tudnak maradni akár, és nekik rájuk más kritériumok vonatkoznak, vannak, akik oktatnak például angol nyelvet és különböző tárgyakat, kreatív foglalkozásokat, úgyhogy elég széles spektrumban lehet válogatni. Igen, messziről jönnek egyébként a gyerekek, tehát itt jellemzően hány kilométert kell megtenni az iskoláig, vagy hogy szokott kinézni? Itt az a szerencsés helyzet van, hogy ott majdnem minden faluban van egy állami iskola, amivel a fő probléma az mindössze annyi, hogy mivel ennek az egész régiónak, Ladaknak hívják ezt a vidéket, ez körülbelül Magyarországon megegyező terület, de csak 143 ezer lakossal. Tehát, hogy elég pici falvak vannak és szétszórva távol egymástól, de majdnem minden falunak van egy állami iskolája, amivel csak annyi a probléma, hogy annyira pici a népességnek ez a részaránya, Indiához képest 0,02%, hogy nem kaptak egy külön iskola típus tervet, hanem ugyanazt az iskola típus tervet építik nekik államilag, mint ami lent van az Alföldön. Tehát az nem alkalmas 4000 méteren, ami 1000 méteren működik. Tehát a fém hullámlemez meg a vasbeton pillérvázatot nem lehet kifűteni. Már szeptemberben dideregnek a gyerekek, úgyhogy ott mindössze annyi kell, hogy ez egy ilyen finom kis figyelemfelhívás, hogyha mi nem konfliktust akarunk az állami intézményrendszerrel, hanem mellé rakunk egy olyan iskolát, ami viszont télen használható, az állami az bezár 3 hónap kényszerszünetre. Az ilyen szoláriskolák, amiket nem csak mi építettünk, hanem már osztrákok is, németek is, franciák is, angolok is, csehek is, kb. Ez bezárólag, tehát hogy ennyien építettek már ilyen iskolákat, azok mind tudnak üzemelni téli időszakban is. És előbb-utóbb már minket is megkeresett már a helyi kormányzat, hogy esetleg közreműködnénk abban, hogy egy ilyen közös típus terv fejlesztés, amit ők majd javasolnak a központi kormányzatnak, és ez, hogyha átmegy, akkor ez már egy nagyon szép ilyen eredmény, tehát egy regionális hatású tud lenni ez a fajta folyamat. Olyan érdekes, most hogy Balázst hallgatom, az jutott eszembe, hogy ugye a világnak egy pontján pont a lehetőségek hiánya, amivel küzdenek az emberek. Nálunk meg a lehetőségek annyira széles spektruma áll rendelkezésre, hogy szinte ez őröl fel minket, és már szinte, ahogy mondjuk is, hogy menekülünk ebből. Tehát hogy látod volt egyébként, hogy az, hogy trendi zöldnek lenni, ez segít ezen az ügyön? Tehát, hogy az embereknek a többsége, már ez is segít, hogyha legalább azt mondjuk, hogy jó, mi zöldek vagyunk, és akkor teszünk valami kis dolgot. Hát, ez már segít az ügyön? Én azt gondolom, hogy segít. Én meglehetősen pesszimista vagyok egyébként az emberiség jövőjét tekintve, tehát nem nagyon, ez nyilván egy külön adástárgya, de mi is megpróbáljuk azt megtenni ezzel a fesztivállal, ami a mi lehetőségeinkhez mérten megfelelő. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanúgy a saját kis életébe is megvan arra a lehetőség, hogy legalább valamit hozzátegyen ahhoz, és ezzel valamit tegyen az ügy érdekében. Ugye a probléma ott kezdődik, amikor kizárólag a saját lelkiismeretünk megnyugtatására próbálunk olyan dolgokat csinálni, aminek igazából nagy hatása nincsen, számos más dologra nem figyelünk oda, és akkor utána ölbetesszük a kezünket, hogy ó, hát akkor mi most már zöldek vagyunk. Tehát azért ez nagyon benne van ebbe az egész zöld mizériába, ami folyik most. Mi megpróbálunk azért ettől eltávolodni, és tényleg amellett, hogy pozitív példákat vonultatunk föl, azért nagyon érdekes és nagyon mély előadások is előfordulnak a rendezvényünkön, hiszen itt a kiállítók mellett folyamatosan 2-3 helyszínen előadások is zajlanak, és nagyon-nagyon érdekes előadások kerülnek elő évről évre. Egy-kettőt említhetnénk esetleg, ami már biztosan tudod, hogy lesz? Vagy olyan visszatérő vendége? Hát, nem akarok most minden poént visszatérő. Például tavaly indítottuk ezt a kvázi hagyományt, és idén folytatjuk. A Zöld diplomatáink címmel fut egy kis pódiumbeszélgetés. Tavaly a Chile és a Holland nagykövetet láttuk vendégül. Idén ez ki fog egészülni a Spanyolország-Magyarországi nagykövetével. És velük például arról szeretnénk beszélgetni majd, hogy a állami szinten hogyan kell alakítani a gazdaságot, hogy az minél zöldebb legyen, hiszen azért mégiscsak az állam tud legtöbbet tenni, és hogy milyen konfliktusokat kell egy államnak megoldani ahhoz, hogy ezeket a nagyon nemes célokat a gazdaság szereplőinek a torkán idézőjelben lenyomja,
és ennek milyen hozadéka van társadalmi szinten. Tehát én például azt gondolom, hogy ezek olyan egyedülálló beszélgetések, amik túlmutatnak azon, hogy most hogyan komposztálj otthon, és akkor meg hogyan gyűjts szelektíven a hulladékot. Én ezt nagyon várom, ezt a beszélgetést. Aki elmegy erre a fesztiválra, az egy kicsit komplexebb képet kap erről az egészről, mert én mindig úgy gondolom, hogy ezek összefüggnek, ezek a dolgok. Nem elég azzal, ahogy te is említetted, hogy most csak komposztálunk. Ez is valami, tehát hogy valami apróságot teszünk, az már jó, de hogy minden mindennel összefügg. Amikor elmegyünk, és érdemes így hozzáállni ez a fesztiválhoz, tényleg rászállni egy egész napot, kimenni reggel, ott lenni délután, és egy kicsit utána leülni és emészteni azt az egészet. Igen, a látogatóink általában 3-4 órát vannak kint, és több előadásba belehallgatnak. Van egy játék is, ami fölfűzi a kiállítóinkat, nyeremények várják a lelkes játékosokat. Tehát, hogy ez tényleg egy akár egész napos program is lehet egy családnak, és maga a tematika is nagyon szertágazó. Mi próbáljuk ezeket az összefüggéseket úgy is felszínre hozni, hogy az előadóinknak pódiumbeszélgetéseket szervezünk, ahol akár ütköztethetik is a véleményüket egy adott témán belül, vagy mint amit említettem, a zöld diplomatáink, az megint egy olyan izgalmas színfolt, ami nagyon érdekes. Sőt, idén még egy vlogversenyt is rendezünk illetve általános iskolásoknak és középiskolásoknak, ami szintén egy kicsit majd bízunk benne, hogy megmozgatja a fiatalabb látogatóink fantáziáját. Velük érdemes kezdeni már most. Balázs, egyébként ti, amikor hazatértek, akkor milyen élményekkel gazdagodva jöttök vissza? Ugye nálad már gondolom nehezebb a helyzet, hiszen már nagyon régóta jársz ki, de hogy mit adott neked pluszban az, hogy évről évre visszamentek, és ahogy itt meg is fogalmaztuk, hogy nem is a saját, ti már nem a saját megnyugtatásod, vagy a lelkiismeretek megnyugtatására cselekedtek, hanem valami jót tesztek tényleg, és ott meg is tapasztaljátok azt, hogy mennyire egyszerűen lehet boldogan élni, feltételezem, hogy ott úgy élnek az emberek. Nekünk amellett, hogy ugye építészetileg mindig is csodáltuk a régiót abból a szempontból, hogy nagyon kevés olyan fejlett világbeli ország tudja elmondani azt magáról, hogy mondjuk egy épülete, hogyha összeomlik, akkor gyakorlatilag alig hagy maga után szemetet, szinte egy marék üveg lesz az összes, ami nem olvad vissza a környezetébe. Tehát erre szerintem büszke lenne bármelyik ország, hogyha ilyen épületállománnyal rendelkezne, ez ott helyben adottság, de ez mondjuk egy ilyen fizikai dolog. De nekem az is például nagyon nagy élmény szokott lenni, hogy ott már-már ilyen családtagként kezelnek bennünket, tehát belelátunk abba, hogy működik ott egy család, és ott még mindig együtt élnek generációk, és nagyon egészségesen segítik egymást. Tehát én még ebbe is látok potenciált, hogy előbb-utóbb az emberek újra felfedezik azt, hogy egy közösség nélkül lehet az akár az utcád is, tehát nem feltétlenül kell a közvetlen családtagjainkra gondolni, de hogy egy ilyen nagyon erős közösségi összetartás és szolidaritás nélkül nem nagyon képzelhető el valódi jólét. Úgyhogy ezeket ott furcsa módon még nem tette tönkre a globalizáció, és látjuk ennek az elképesztően jól működő, sőt élünk benne hónapokig ennek a jól működő változatában. Úgyhogy szerintem ezt mindenki úgy hozza haza, hogy mi ugye alulról próbáljuk ezt a zöld mozgalmat átélni, és ilyen sok kicsi résztvevő megosztja itthon is az élményeit, és így terjeszteni, és ezek a pódiumbeszélgetések meg biztos felülről próbálnak ilyen különböző diplomatáknak ötleteket adni, de előbb-utóbb ez össze fog érni, ez a folyamat. Én azt láttam, hogy most rengeteg olyan rendezvény van szerencsére Magyarországon is, ami ezt a területet lefedi, tehát hogy jönnek úgy haza emberek mondjuk, hogy egy ilyen nyári tábor után, hogy megvan az a biztos tudatuk, hogyha őket kiteszik valahol a Alföldön vagy egy sivatagba, tudnak maguknak építeni mondjuk egy ilyen kis házat, amiben túlélnek. Tehát ez egyfajta önbizalmat ad az embernek, hogy most már ez nem egy ilyen lehetetlen elképzelés, hanem és biztos, hogy benne mindenki egy kicsit átértékeli az addig életét, és lesz, hogy egy kicsit tudatosabb. Igen, nagyon sok emberben olyan változások zajlanak le, hogy szakmát váltanak, vagy teljesen más területre kezdenek el fókuszálni, mert úgy érzik, hogy több dolguk van a világban, mint amit korábban képzeltek. Mondhatjuk, hogy mindenkit arra buzítunk, hogy jelentkezzen önkéntesnek, de mindenképpen menjen el a fesztiválra és vegyen rajta részt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. És a www.zöldgömbfesztivál.hu-n naprakész programot mindenki megtekintheti. Köszönjük szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, most tartunk egy rövid szünetet, de a következő 25 percben is érdemes lesz velünk tartani, hiszen a méhek tömeges pusztulásáról lesz szó. Keressük az okokat és a megoldásokat is. Tartsanak velünk!